Na sziasztok srácok, Jussi vagyok, köszöntök mindenkit a legújabb tech videóban, ahol egy Lenovo gyöngyszemet fogunk megnézni, egy MII X320-as személyében, ami tulajdonképpen elég érdekes, és ilyen még baromira nem volt a csatornán, sőt igazából teljesen szokatlan, ugyanis nem tudom elnevezni, hogy ez tulajdonképpen most micsoda. Alapvetően, hogyha megnézzük ezt a kis szerkentyűt, ezt a kis cuccot, akkor azt látjuk, hogy ez egy laptop. Amivel egyébként nincsen semmi baj, kinyitom, van egy 10,1-szoros kijelzője, van benne egy billentyűzet, vannak benne különböző ki- és bemenetek, ezeket majd el fogom mondani. Tehát alapvetően van egy előlapi kamerája, van egy hátlapi kamerája, csak hogyha már itt vagyunk a kijelzőnél. Szóval alapvetően igazából semmiféle extra dolog nincsen rajta, van benne egy Atom X5-ös processzor, 4 GB RAM és 64 MB, vagy helyett GB SSD, bocsánat. Szóval, most ezeket mind elmondtam, ez teljesen jó, tehát tulajdonképpen ez egy kis laptopnak a specifikációja. Viszont, amivel ez a laptop többet tud a társainál, és amivel nem megszokott, és azért mondtam, hogy nem igazán tudom elnevezni, és inkább nevezném egy hibrid megoldásnak, az tulajdonképpen abból ered, egész egyszerű mozdulatból, nem igazán tudom elmondani, hogy inkább megmutatom, jó? Szóval 3, 2, 1, na ez a durva, srácok! Na ez a durva, és akkor el is, szerintem meg is értettétek, illetve el is mondanám, hogy tulajdonképpen miért mondtam azt nektek, hogy nem igazán tudom eldönteni. Abszolút standard laptopnak néz ki a cumó, viszont egy baromi nagy és határozott mozdulattal ezt az egészet szét lehet bontani, szét tudod szedni, tépni, hasítani, lett neked egy tabletet. Azt nem kell hangsúlyoznom, hogy egy tablet mire jó, azt se kell hangsúlyoznom, hogy egy laptop mire jó, viszont ez, hogy egyszer ennek tudod használni, egyszer annak tudod használni, gyakorlatilag rengeteg új és hasznos dolgot vetít elő a felhasználónak. Abban az esetben, amikor mondjuk szűkös helyen vagy, vagy éppen nem tudod kinyitni, fogod, leszeded, és mint egy tablet gyakorlatilag kezeled ezt a készüléket, amennyiben viszont van helyed, van egy asztalod, stb. Le tudod tenni, és természetesen laptopként tud funkcionálni. Na most ennek az előnye, legalábbis az én számomra az, hogy egyrésztről nagyon-nagyon picike, nagyon-nagyon könnyű ezt hordozgatni, ezt a készüléket, hiszen hát nem tudom, hogy pontosan hány kiló, most lehet, hogy picikét lesni fogok, mert itt kitettem magamnak, hogy tulajdonképpen miből is áll a cucc. Szóval a súlyos srácok, csak hogy egy kicsit lessek, tabletként 550 g-os, a dokkolója 470 g-os, tehát összeadjuk, gyakorlatilag 1 kilós. Tehát lehet, ezt azért lehet, hogy ne csináljátok ti. Tudod magaddal hurcolgatni szülőkhöz, tudod magaddal hurcolgatni a munkahelyedre, az iskolába. Tehát nyilván rengeteg lehetőséged van hozzá. Kötelepítettek rá egy GT5-öt és ment egyébként, szóval nagyon durva a cucc. Ezért is mondtam egy kis méregzsák, mert azért nyilván egy GT5-öt azért el kell valahogy futatni. Nyilván azt hozzá kell tenni, hogy nem ultragrafikán fog neked ez a játék menni, hanem mit tudom én mondjuk egy low mediumon, de arra teljesen jó, hogy fogod, zsebrevágod, mert egyébként az ára sem egy nagyon-nagyon vészes dolog, ott van a videónak a leírásában. Nézzétek meg. Szóval nem egy vészes áru készüléke, illetve tablet vagy laptop ez, hanem egy abszolút elérhető áron megvásárolható jó és hatékony eszközről van szó. Windows 10-en lehet kapni, ami azért is nagyon-nagyon érdekes, mert ugye az összes Windowsos programot ezáltal tudod vele futtatni, tehát nem androidos a készülék és ezáltal azért eléggé be vagy határolva, hanem tulajdonképpen a Windowsos alapú játékokat vagy programokat tudod vele futtatni. Nyilvánvalóan hát valamennyi, hogy is mondjam, megalkuvással nem jutott eszembe a szó. Egyébként nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha szétszered ezt a laptopot, nevezzük laptopnak, akkor alul van egy SIM kártya helyed, ezt is így gyorsan megmutatom, focus please, thank you. Szóval oda be tudsz tenni SIM kártyát, és tulajdonképpen az interneted is meg van vele oldva, hogyha esetleg ahova mész, ott pont nincsen internet. Olyan erős mágnese van egyébként, nézd meg, hogy félreteszem, és annyira behúzza. Tehát, hogy így lehet is érezni, tessék, tehát nincs a helyén tulajdonképpen, egy, most van a helyén. Ugye van ilyen két ilyen kis bütyök rajta, ami itt is megtalálható, inkább így mutatom, mert így látjátok is. Szóval fogod, ráteszed, és egyben van a cumó, abszolút biztonságos,
nem fog neked leesni, meg mit tudom én, szóval baromira tartja az egész, de mégis egy erőszakosabb mozdulattal szét lehet szedni. Ha egy kicsit beljebb megyünk a készüléknek a belsejébe, akkor egyből szembe tűnik az X5-ös atomprocesszor, a 4 gigás rendszermemória, a 64 GB és persze bővíthető belső hátterünk, akkor rendelkezünk egy Intel HD Graphics videókártyával. Ezek mellett a kijelzőnek a mérete ugye pontosan 10,1 colos, amely érintőképernyős és természetesen IPS-es. A maximális kijelző felbontása 1280x800-as, illetve ugye már említettem nektek, hogy van egy előlapi és egy hátlapi kamerája. Az előlapi kamerája 2 megapixeles, a hátlapi kamerája 5 megapixeles, ezen kívül ugye a szokásos Wi-Fi megtalálható, Bluetooth és természetesen a Windows 10 operációs rendszer. Szóval azt gondolom, srácok, hogy ismételten sikerült egy olyan terméket bemutatnom nektek, ami abszolút megéri az árát. Hogyha érdekel és szívesen vennétek akár egy tabletet, hogyha szívesen vennétek akár egy laptopot, akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen ez egy jó bolt lehet nektek. Nézzétek meg, ott van a videónak a leírásában, hogyha tetszik, akkor mindenféleképpen ugye csapassatok, illetve csapjatok le egyre. Akinek tetszett ez a videó, az iratkozzon fel a csatornára, és dobjon egy lájkot, és hát remélem, hogy találkozunk legközelebb egy következő lájkban, vagy egy videóban. Én várlak téged sok-sok szeretettel. Jussu voltam, sziasztok!